Önök a Csillagpont Rádiót, Magyarország első és egyetlen egészséges sport tematikus rádióadóját hallják Miskolcról, ez itt az FM 103 MHz. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Ferenci Gábor kollégám nevében is teszem ezt, aki nem csak a jó hangzásra ügyel, hanem ő válogatja a reggeli műsorhoz a jó zenéket is. A Balatonra figyelme a vitorlás társadalom, hiszen 53. alkalommal rendezik meg a Kék Szalag nagydíjat, és ezen a hatalmas tókerülő, Európa legnagyobb tőkerülő vitorlás megmérettetésén több miskolci vagy Miskolc környéki csapat is vízre szállt. Ezek közül az egyiknek az a kapitányát, Gajdán Józsefet köszönhetem most a telefonvonal a másik végén. Jó reggelt, szervusz, úgy tudom, hogy már vízen vagytok. Jó reggelt, szervusz, Csabi, köszöntöm a rádió hallgatókat is. Vízen vagyunk, 6 órakor volt indulása a Küszfői Laguna kikötőből. Egyelőre nagyon gyenge szélben haladunk, hol vitorlával, hol kicsit motorral rásegítve a füredi rajtvonal felé. Akkor egyelőre lehet mondani, hogy már majdnem versenyben, ugye, hogy odaérjetek. Legalábbis versenylázban égünk. Már az előző este elkezdődött a versenyre hangolódás. Ennek voltak jó és még jobb epizódjai, de igazából az izgalom az ilyenkor vág a tetőfa vagy ház tetőfokára 6 órakor az induláskor, minden pontosan elkészítve, a hajón beállítva a szerkezetet, és elindultunk. Innen kezdve élesbe megy a dolog. De természetesen a felkészülés az nem most kezdődik. Hogyan tud felkészülni egy miskolci borsori csapat a balatoni megmérettetésre? Nagyon nagy szerencsénk van. Helyesbítenék is egy picit. Most jelenleg nem a hajó kapitányaként veszek részt a küzdelemben, hanem mint taktikus, nyilván a kormányzásba is besegítve, de egy nagyon kedves barátom, Hernádi Péter barátom rendelkezik itt egy csodálatos hajóval, amire meghívott minket. Ő szerette volna kipróbálni a Kék Szalag versenyt a barátaival, mi pedig adjuk hozzá a személyzet egy részét, meg ha minden jól megy, akkor egy kis tudásunkat. Mert hogy ti gyakorlott Kék Szalag versenyzők vagytok. Igen, igen, azt mondhatom, hogy az elmúlt 15 évben ez a 12. versenyünk, amin elindulunk, és minden versenyen úgy próbáljuk a csapatunkat verbuálni, hogy kizárólag Miskolcról vagy Borsod megyéből kerüljön a csapat nagy része ide. Nyilván ehhez az kell, hogy néhány versenyen még ezen kívül is elinduljunk ezt megelőzően, vagy egyéb hétvégi közös vitorlázásokon próbáljuk a hajót állítgatni, a taktikát finomítani. Mert hogy alapvetően nincs demokrácia a hajón, ugye? Demokrácia van, az van, amit én mondok. Így értettem, igen, igen. Mi alapján lehet egy taktikusnak döntést hozni a hajón? Természetesen a tapasztalat az, ami legfontosabb, de mivel te is említetted, hogy miskolciak vagyunk a Balatontól 300 kilométerre, ezért nem, akármennyi gyakorlatom is van, akármennyi gyakorlatunk van, nem lehet minket öreg balatoni vitorlás rókáknak nevezni, mert ahhoz itt kell élni. Egy Budapest környéki lakosnak, vagy egy balatoninak sokkal könnyebb ezzel megküzdeni. A Balatonnak vannak fortéjai, szeszélyei. Mi azzal próbáljuk, hogy a kistavi vitorlázásunkat, ami ugye Helyőkeresztúr, Nyékvárdháza környékén zajlik többnyire, vagy a Tiszatavon, azt a tudásunkat, a kis tavi tudásunkat, a kis hajós tudásunkat próbáljuk átültetni ide a nagyhajós versenyzésbe, és hozzá kell tegyem, hogy eddig elég jó sikerrel. Mi lehet a cél? Egy célunk van. Ez nekem lehet a arsz poétikám is ezzel kapcsolatban, és erről korábbi években is szerintem beszéltünk, hogy akik velem részt vesznek a hajón, semmiképpen ne arra számítsanak, hogy első 100, 200, akár 300-ba kell végeznünk. Ez nem egy késztetés, hanem azt jelenti ez az egész együttlét, hogy minél többen megismerhessék a barátaim közül ezt a, hát egyszerűen csak csodának nevezhető valamit. Ha most látnák a rádió hallgatók, vagy te is látnád, Csabi, hogy hány hajó tart itt körülöttünk egy pontba, mint a sejtek a mikroszkóp alatt, mikor megindulnak egy irányba, mindenki a rajthelyre igyekszik,
ami egy 6 kilométeres vonal, ott ma is több mint 500 hajó, 550 körüli hajószám lesz, valami csodálatos felemelő érzés. A szakmai berkekben úgy szoktuk mondani, hogy áll a szőr a karomon, és tényleg, ha látnátok, akkor ez az igazság. Igen, hát nem véletlenül ez Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenye. Egyébként a nevezési lista alapján azt tudjuk mondani, hogy 556 hajó indulhat ma el. Hát ugye mindig vannak visszalépők, tehát majd a rajt után derül ki, hogy pontosan mennyien is indultak el a kék szalagon. Mondjuk el az útvonalat azoknak, akik nem követik mondjuk a vitorlás versenyeket, hogy mitől érdekes és mitől tókerülő ez a kék szalag. Tehát azt ugye mindenki nagyjából el tudja képzelni a földrajzi tanulmányaiból kifolyólag, hogy a Balaton az egy 77 km hosszú Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava. Ezt kell körülvitorlázni, ami azt jelenti, hogy a balatonfüredi hajókikötő előtt kihúzott, úgymond kihúzott bójákkal jelölt 6 km hosszú rajtvonal, ami a legeslegérdekesebb része a versenynek. Ez 9 órakor egy jelzésre mindenki felsorakozik, ez az 550-nél is több hajó felsorakozik ezen a 6 km hosszú rajtvonalon, ami valami bődületes élmény és látvány és ugyanakkor felelősség, és utána a keleti irányba veszi a mezőny az útját. A keleti medencének a legkeletibb csücskébe, a Balatonkenesei Marinaport előtt van a fordítóbója, majd onnan Siófokra megyünk délnyugati irányba. Nyilván ezt tudni kell, hogy egy vitorláshajó nem mindig egy irányba megy. Hogyha szembe fúj a szél, akkor cikcakban kell krajcolva mennünk, ami azt jelenti, hogy nem 10 km lesz egy 10 km-es légvonalbeli táv, hanem adott esetben 20 km is lehet. Majd a siófoki bója kerülése után átmegyünk az úgynevezett Tihanyi csövön, ami a Tihany-Szántó-Drév útvonala, ugye beszűkül a lehetőség, és onnan a keszthelyi nyugati medencének a legnyugatibb csücskét veszük irányba, majd a keszthelyi bójánál vélhetően még a mai napon fordulni fogunk, és onnan jövünk vissza, megkerülve ismét a keleti irányba jövünk, és átmegyünk a csövön, vagy átjövünk a csövön, és a füredi móló előtt van a befutó. Ez összesen 166 km hivatalosan. Nyilván mondom, hogy ennek a többszörösét is meg szoktuk tenni. És hát nyilván itt a szintidő az 48 óra, tehát a többtestű gyors katamaránok várhatóan 24 órán belül tudják teljesíteni, ám az egytestű hajók, amelyek a rajtvonalhoz álló hajóknak a többségét jelentik, azoknak ez több mint 24-36 órát is igénybe vevő feladat megtenni ezt a távolságot. Igen, igen, volt már benne részünk, hogy 39 óra alatt mentünk végig, volt, hogy 16 óra alatt mentünk végig, egytestű hajóval is. A többtestű hajóknak ez egy komoly, akár üzleti vállalkozásba is átcsapó sporttevékenység, nekik mindenképpen hozni kell a formát, nekik rendelkezésre is erre áll az erre való felkészüléshez minden. Tehát, vagy az erre történő felkészülése minden, ők hetente többször edzenek, rengeteg pénzt fordítanak erre. A mi kategóriánkban, ahogy az elején is kérdezted, a tisztes helytállás a cél, illetve maga az élmény, hogy ezen a kihíváson, ezen a megmérettetésen itt lehetünk egy ilyen csapattal. Már az is kihívás, hogy végig megy rajta valaki, már az is kihívás, hogy egyben marad a csapat, és nem csúnyán nézünk egymásra a végén. Együtt kell töltenünk jóban, rosszban ezt a 48 órát, vagy lehet, hogy kevesebbet, de mindenképpen a cél a tisztes sejtállás. Így legyen, és végezetül csak azt mondd el, Józsi, hogy milyen rajtszámmal követhetünk, hiszen egy GPS-es nyomkövető alkalmazással idén most már várhatóan minden hajót lehet majd követni. Kinézek a hajó oldalára, 364-es rajtszámunk, a Deneriza hajónk neve, a viharban született, és egy Dufó 360-as 33 láb hosszú hajóval vágunk neki a küzdelmeknek. Heten, mint a 8 gonosz, mind a heten miskolciak, borsodiak vagyunk, van, aki sajókazáról, a hajó tulajdonos a sajókazáról, ketten Putnokról,
többiek Miskolcról érkeztünk, és így vágunk neki ennek a hatalmas küzdelemnek. Jó szelet, hajrá, szurkolunk nektek! Jó szelet, köszönjük, szép napot mindenkinek, szervusz, Csabi!